A második világháború óta nem látott krízist él át az emberiség, és senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy ennek leple alatt egy új világrend kiépítése is zajlik. És ha ezzel kapcsolatban az ember felmer tenni egyáltalán egyébként teljesen jogos és triviális kérdéseket, akkor azonnal megbélyegzik vagy kirekesztik. Hiszen ami most folyik, az nem más, mint a legalapvetőbb emberi jogainknak a korlátozása, és a kormány és az egyesült balliberális tömb egymással versengve erőlteti azt az oltást, amelyért a vakcinagyártók semmilyen felelősséget nem hajlandók vállalni. Ezzel párhuzamosan pedig az oltatlanok megbélyegzése is folyik. Nem kaphatod vissza az életedet többé, hanem oltatod be magad. Nem költözhetsz be kollégiumba, nem járhatsz egyetemre, nem dolgozhatsz az egészségügyben, aztán majd még ki tudja, hogy ki következik, hiszen Gulyás Gergely már kilátásba helyezte más foglalkozások esetében is ezt, sőt, el sem látnak az egészségügyben, hiába fizetsz adót, hiába fizetsz TB-t. Ha nem oltatod be magad, egészségügyi ellátást sem kapsz.